A lepkék, tudományos néven lepidopterák, elnevezésüket a szárnyukat borító apró kis pikkelyekről kapták. Ezek a pikkelyek, mint a tetőcserepek fekszenek egymáson, és akárha csak egy-kettő is megsérül vagy lekopik a szárnyakról, előfordulhat, hogy a lepke idő előtt röpképtelen lesz és elpusztul. A lepkéknek közel 170 ezer fajuk ismert, de ez a szám folyamatosan bővül az újabb felfedezések miatt. Annyira érdekes az egész lepkézés, hogy ugye nem lehet megunni. Számos faj van, ugye a fajokat tenyészteni, különböző praktikákat bevetni, leírni, hogy hogyan csináltuk, mivel, mit helyettesítettünk. Ez egy annyira komplex és érdekes hobbi, hogy mindez ideig nem sikerült megunnom, és úgy gondolom, hogy már nem is fogom. A fajoknak mintegy 10%-a nappal aktív, a fennmaradó 90% pedig éjszaka. Az életmódjuk, az élőhelyük alapvetően befolyásolja színüket és mintázatukat. Amikkel mi foglalkozunk trópusi lepkék náluk, az a jellemző, hogy a nappali lepkék a tápnövényre, amit utána a hernyócska fogyaszt, arra rakják le a petéjüket. Hát a éjjelieknél már nem minden esetben történik így, főleg itt magyarországi környezetben. Hogy neveljük őket, azt tapasztalt, hogy bárhol lerakják, tehát ha éppen a függönyre akarnak petézni, akkor oda petézik, de persze a saját környezetében ők is a tápnövényre, amit utána hernyózik, arra petéznek. Hoztunk szemléltetésképpen pár petét, ez így körbe annál meg tudják nézni, hogy is van. Ezek elég nagy méretnek számítanak, pedig nem nagyon van, mint a gombos tűnek a feje. Itt a dobozban látható a kapusz lepkének a petéje, tehát azért ilyen nagyobb pete, mert hogy maga a lepke is ilyen nagy. Egyébként a nappali lepkéknek, vagyis ez egy éjjeli faj, sokkal kisebb. Néha annyira picike, hogy észre sem vesztük a növényen, hogy ott van. A legrégebbi fosszilis éjjeli lepkelelet körülbelül 100-140 millió éves. Ehhez képest a nappali lepkék hozzávetőleg 40 millió éve jelentek meg. Kialakulásuk egybeesik a virágos növények megjelenésével, és fejlődésük is szorosan kapcsolódik hozzájuk. Kedvencem az, hogyha a színét kellene megnézni, ez a fehér, gyöngyházas fehér, még úgy mondjuk, hogy azúr lepke, ugye morfó polifémusz, ők szép, tehát gyönyörű szép nagy fehér szárnyuk van, nagyon kecses a röptük, és nekem ők a kedvenceim. Azt megértem, hogy a lepke. Na de ott kezdődik, hogy hernyó, azt pedig nem nagyon értem. Szóval, hogy nincs-e olyan, amikor óckodsz kicsit tőle? De persze van. Például a kaligú lepkének a hernyója, az hát inkább egy ilyen kis csupasz csigára hasonlít, és kezdetben így nagyon úzkodtunk tőle, hogy hú, hát ezt hogy fogjuk megszeretni, meg utána az emberekkel is megszerettetni, és kitaláltam, hogy olyan a feje, mint a sárkánynak, tehát egy kicsit szőrös, kicsit olyan kis cuki. Igen, és most már azt mondom, hogy cuki, mert hogy így elvonatkoztatunk attól, hogy ez egy hernyó, hanem így mindig így beleképzeljük, hogy hú, hát akkor ez olyan, mint egy kis sárkány, és így mindenkinek így mondjuk, hogy akkor ez erre hasonlít, ez arra hasonlít, és ami még nem is annyira szimpatikus, meg nem is annyira szép látvány, így megszeretik az emberek, meg mi is. A kifejlett lepkét hívjuk imágónak, ők többnyire virágnektárral táplálkoznak. Abból a fehér színű gubóból ezek a nagy sárga lepkék kelnek. Az argelomitrei lepkék. Ugye, ami még fontos, hogy azok a lepkék úgy alkalmazkodtak, hogy csináltak egy gubót, úgyhogy nem lesz nagy bajuk, hogyha leesnek a fáról, és védi őket. Viszont a nappali lepkék mást találtak ki. Képzeljétek el, hogy a nappali lepkék némelyike úgy néz ki, mint egy életlen zöld gyümölcs. Úgyhogy nem eszik meg a madarak. Van, aki úgy néz ki, mint egy faág, úgyhogy nem találják meg a madarak. Valaki olyan, mint a leesett falevél, és szintén nem találja meg a ragadozó. Viszont vannak olyanok, akiknek aranyszíne van, vagy éppen olyan ezüstös csillogó színe van, hogy mindenki megtalálja, de tudják, mert a természetben az fontos, hogy aminek rikító élénk színe van, az mérgező, vagy azt akarja láttatni, hogy mérgező, úgyhogy tudják a ragadozók, hogy őket nem érdik bántani, mert bórul járnak. A lepkék szájszerve olyan, mint egy hosszú szívócső, amivel hozzájuknak a nektárhoz. A nektár szivogatása folyamán pedig a beporzást is elvégzik.
Mennyit lepkézel egy nap? Mennyit foglalkozol a lepkékkel, illetve hogy az a foglalkozás miből áll? Hát, szezonban, mikor nyitva van a lepkekertünk, mert ugye csak a nyári szezonban tudunk nyitva lenni, ez időjárás vége, akkor ez a napi foglalkozás az bőven 8-10 órát kitesz, hogyha ugye jönnek a látogatók, ha éppen szünnapunk van, akkor is reggel mennünk kell ellenőrizni az állományt, megnézni, hogy jól ettek-e, megtalálják-e a táplálékot. Közben pedig kontrollálnunk kell ugye a ragadozókat, tehát, és ezt nem úgy csináljuk, hogy bemegyünk és mondjuk beteszünk valami rovarölőszert, mert akkor persze mindenkinek rossz lenne, hanem megyünk és például egyesével begyűjtjük a pókokat reggelente. Megnézzük, hogy jutott-e be darázs. Akkor figyelünk arra, hogy a hangyák merre mennek. Próbáljuk úgy megoldani például a levéltetveket is, vagy a hangyák a legnagyobb ilyen jellegű kertészek viszik A-ból B-be, a levéltetveket is úgy szabályozzuk, hogy semmilyen kemikália ne kerüljön be, hanem tényleg ezeket a népi hagyományos módszereket, meg a kis kezünket használjuk. Vajon van-e a lepkéknek orruk, vagy mivel érzik a szagokat, illatokat? Láttatok már lepkén orrocskát? Nem. Hát a lepkéknek van egy ilyen orruk, hogy mutatom, egy ilyen orruk, az pedig a csápjuk. Na most, ugye ezek a csápok, ezek érzik a szagokat is, meg érzik a feromonokat is, úgyhogy a fiúnak általában egy kicsit más mondjuk itt a mi lepkéinknél a csápja, a szaturnidáknál, és ők érzik a lány lepkéket, aztán utána lesz a lepke család. Kezdetben azért inkább Tibi volt oda a lepkékért, meg ezekkel az egész átalakulás folyamat, hogy ugye nevelni a hernyókat, tehát azért rengeteg energiát és időt felemészt. De most, hogy már több éve én is benne vagyok, már engem is magával ragadott ez az egész. Illetve amikor már imágók, tehát kifejlett lepkék, akkor az, hogy ott vannak velünk a lakásban, az ad egy pluszt az embernek így a hétköznapokban. Tehát, hogy reggel úgy indulok el, hogy megetetem őket, hazamegyek, akkor is foglalkozok velük, és is, ez így egy kicsit ki is kapcsolja az embert, illetve gyönyörködtet is az, hogy ezek a csodás színpompák és lepkék ott vannak velünk. Lepke vagy pillangó? Sokszor a két kifejezést szinonímaként használjuk, pedig jó tudni, hogy a lepkék az ízelt lábúak törzsébe, a rovarok osztályába, azon belül pedig önálló rendbe, a lepkék rendjébe tartoznak. A pillangók pedig a lepkék rendjének egyik családja.